El sem hiszem, hogy lassan a Bombabadi program felénél járunk. Szerencsére a program kezdete óta sem kellett változtatnom az étrendemen, mert nagyon jól reagál rá a szervezetem, és folyamatosan mennek le a kilók. A reggeli kellő energiát adott a mai live edzéshez, ami egy teljes testet átmozgató edzés volt, de több erősítő rész volt benne, és ezeket a gumiszalagokat használtuk hozzá, amikhez a MyProtein oldalán mindig van 30% kedvezmény, de hogyha a program tagja vagy, akkor ez a kedvezmény nagyobb, mint 30%. Igyekszem kihasználni a jó időt is, és mindig kint tornázok a napon. Szansa pedig hűtársam mindenben, és motivációm, ő csinálja a könnyített verziót. Az előző napi live főzésen készített édesburgonya tortillát csináltam meg ebédre, amit megkentem egy spenótos mártással, tettem bele jó sok salátát, valamint ezeket a pulykafasírtokat. Hát így az edzés utáni étkezésem az egyben az ebédem is volt. Majd ezután megszerkesztettem a videót, és feltöltöttem a weboldalra, hogy a programozóim bármikor meg tudják csinálni. Live edzések, live főzések minden héten vannak, és ezek a 6-7-es program után is elérhetők. Lesznek. Természetesen ma sem maradt el Szanszával a szokásos 60 perces sétánk, bár ő a videók alatt úgy tűnik, hogy nagyon lusta kutya, egyébként imád rohangálni, és egy 60 perc kell neki, hogy lefáradjon. Hazafelé még beugrottam a Lidlbe, ugyanis nagyon kívántam a zöldséglevest, úgyhogy vettem egy pár zöldséget, amit az airfryerben grilleztem meg. De egyébként semmilyen olajat, fűszert nem tettem, később ízesítettem. Valamint ameddig vártam, készítettem egy chia pudingot. Ehhez a Lidlben kapható light kókusz tejszínt használtam, valamint 100 g chia magot. Egy kis idő kell neki, amíg a hűtőben megduzzadnak a szemek, és ezután még adtam hozzá egy kis kókusztejet, hogy megfelelő állagú legyen. Időközben elkészült a grill zöldség is, amit egyből ezután egy turmixba tettem, felöntöttem húslevás alaplével, és krémes állagúra turmixoltam. Utólag még dobtam bele egy kis penótot, ugyanis nagyon sok volt a hűtőben. Addig mixeltem, valamit adtam hozzá a folyadékot, amíg krémes állagú nem. Hogy a vacsora is tartalmazzon megfelelő mennyiségű fehérjét, egy kis sült halat készítettem mellé. Soma pedig épp idegenben játszott meccset, úgyhogy miközben ettem a levest, őt néztem.